olvasok egy nagyon szép igét, az Ézsaiás könyve 62. fejezetének 6.-7. verseiből. Ézsaiás 62:6-7. Álljunk fel és így olvassuk Isten igéjét, ahogy az Ézsaiás könyve 62. fejezetének a 6. és a 7. verseiben előttünk áll. Kőfalaidra, Jeruzsálem, őrizőket állattam. Egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak. Ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok, és ne hagyjatok nyugtot neki, amíg megújítja és dicsőségessé teszi Jeruzsálemet e földön. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesapánk, olyan sok mindent tud kimunkálni bennünk a te drága igéd. De amellett és azon túl, hogy írva van, hogy hangzik, hogy hirdetik, hogy magyarázzák, nagyon sok más is kell, hogy teljesüljön ahhoz, hogy megfogadjon és hogy sok gyümölcsöt teremjen. Kérünk téged, segíts az alázatnak, a befogadásnak arra az állapotára, a csendességnek arra az állapotára, a buzgóságnak arra az állapotára, hogy most és majd ezután mind alkalmasak legyünk jó talajként befogadni a te igédet és gyümölcsöt teremni a te dicsőségedre Jézus Krisztus nevében. Amen. 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 Foglaljunk helyet. Ezen a héten többször elém került ez az ézsaiási idézet, és már korábban is egyébként. Tehát, hogy 2 hete újból és újból eszembe jut, és ez a megfogalmazás, ami itt áll előttünk, az nagyon szokatlan nekünk. Hát, ilyet mond Ézsaiás, hogy akik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok, ne hagyjatok nyugtot neki. Hát, olyan már volt, igaz, hogy Isten nem hagyott nyugtot nekünk. Olyan már volt, hogy Isten emlékeztetett minket valamire. Mondja is az Úr Jézus, hogyha majd üldöznek titeket, ne gondolkodjatok azon, hogy mit mondjatok, mert eszetekbe juttatja a Szent Lélek, a Szent Szellem. Hogy eszünkbe jussanak dolgok Istentől, hogy mi emlékeztetve legyünk tőle, hát az úgy rendben van. Hogy ő ne hagyjon nyugtot nekünk, még az kellemetlenebb, de az is rendben van. De hogy mi emlékeztessük Istent, hogy ő ne hagyjon nyugtot nekünk, hát az egy nagyon szokatlan megközelítés. Néha vannak hívők egyébként, akik nagyon szokatlanul közelítik meg az Isten dolgait, nem kell attól félni, hanem szemtelenség. Ezért most úgy hiszem, hogy nem szemtelenség, hanem valami nagyon-nagyon fontosra hívja fel Isten ezáltal a figyelmünket. Méghozzá az imádkozásra. Szokták mondani, hogy aki nem készült igehirdetéssel, az általában a szeretetről szokott beszélni. Hát valahogy az imádkozás is itt van emellett, hogy annyi rengetegszer van szó a Bibliában az imádságról, olyan sokféle formája, módja van. Én számtalanszor beszélek az imádságról, nagyon kedves témám az imádság. Nagyon sok harcom van az imádság területén, nagyon sok bukásom van, és nagyon sok győzelmem van. És ma az imádságról fogok beszélni, ezeknek az igéknek, ezeknek a gondolatoknak az alapján. Van olyan dolog, testvérek, amit Isten mindenkinek ad. Jókra is, gonoszokra felhozza az ő napját. És ott van az ő törvénye, ott van az ő napsugara, ott van az érett gyümölcs, ott van a jó idő, ott van a finom paprikás krumpli, ott van a szép zene, meg lehetne még sorolni, mi minden, az állatvilág, az erdő, a növények, a barátok, a család, a házasság, a pénz, a fizetés, a munkahely, az alkotás öröme, a művészet öröme. Szóval lehetne sorolni, mindenkinek adja Isten. El vagyunk halmozva Isten jóságával, szeretetével, életünk mindenféle területén is. Aztán vannak olyan dolgok, amiket Isten az ő gyermekeinek ad. Azért az egy olyan kivételezés Istentől, akik közelebb vannak hozzá, azokban dicsőítetik meg, nem csak többet kér tőlünk Isten, hanem többet is ad nekünk.
nagyon sok ajándékot. Hát a legfontosabb talán az új életnek az ajándékát, amelyet ingyen ad az ő kegyelméből. Megragadtuk, megfogtuk, és ez azt jelenti ez az új élet, hogy nem az a lényeg ebben, hogy örökké tart, hanem az, hogy örökké vele. Örökké tart vele. Tehát, hogy én az én Jézusommal élek. Ez egy óriási nagy ajándék. És akkor, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt odaadta mindnyájunkért, mi módon ne ajándékozna mindent ővel együtt mi nékünk. Szóval lehetne itt is sorolni azt, hogy Isten mi mindent ad nekünk azért, mert nem csupán teremtményei vagyunk, hanem gyermekei, újjáteremtett lények is vagyunk. Újjáteremtett gyermekei is vagyunk. És aztán vannak olyan dolgok, testvérek, és most én erre szeretném ma a hangsúlyt fektetni, amit Isten az imádkozó embernek ad át. Nem az ő gyermekeinek adja oda, nem mindenkié, korán sem ez az ajándék, csak azok kapják meg, akik imádkoznak. És ezért is nagyon-nagyon fontos az imádság. És itt az Ézsaiás könyvében egy olyan ajándékról olvasunk, amelyet Isten ad azoknak, akik imádkoznak. És ezért az Úr keres ilyen imádkozókat, és Ézsaiás az ilyen imádkozókat buzdítja kitartásra, hogy imádkozzanak. Nagyon sokat elmélkedtem, gondolkodtam az elmúlt időszakban, talán mondhatni, hogy években azon, hogy mi tudná megújítani az én életemet, és mi tudná megújítani Isten népének az életét, a ti életeteket. A hívőkre ez egyébként általánosságban igaz. Tehát ez nem valami speciális, csak Berettyóújfalura, vagy csak Gállajosra vonatkozó igazság, hanem ez mindenkire igaz, szerintem szerte a Földön, bizonyára egyet fogtok velem érteni. Én három nagyon fontos területét látom az életemben annak, amiben meg kell, hogy erősödjek, tovább kell, hogy növekedjek. Az első dolog a Szent Szellem. Ez a nagyon elszellemiesítettnek tűnik, ez a név, ez a kijelentés, de nem kell ettől megijedni. Hát ez Isten maga ma. Ha 2000 évvel ezelőtt élnénk Izrael területén, akkor, amikor mondjuk Jézus megszületett, akkor arra hívnálok benneteket, hogy gyertek, Betlehemben van egy kis jászolágy, megtaláltuk a Messiást. Vagy ha éppen a templomban lenne a kicsi Jézus, akiért most imádkoznak, akkor azt mondanám, gyertek be a templomba és találkozzunk a Messiással, ragadjuk meg őt. Ha ott lenne a Jerikóban, ott járna, kiáltanék. Jézus Dávidnak fia, könyörű rajtam, sívnálok benneteket, és gyertek, kiáltsunk együtt, itt van a Messiás. Hát most ő azt mondta, hogy elmegyek, de jobb nektek, hogy én elmegyek. Hát Uram, mi lenne annál jobb, mint veled járni, veled lakni, veled enni, veled szolgálni? És azt mondja Jézus, hogy jobb nektek, hogy én elmegyek, mert elküldöm a Szent Szellemet, és mindig veletek lesz, mindenre megtanít benneteket, eszetekbe juttat dolgokat. Új élettel ajándékoz meg benneteket, erővel ruház fel a szolgálatra, bűnökkel szemben. Szóval egyszerűen állandó, sokkal közelebbi jelenléte Istennek, mint ami a földi, testi Jézus Krisztusban megvalósulhatott a tanítványok számára. Szent Szellem nagyon-nagyon fontos. Hogy Szent Szellemmel, azaz Jézussal, azaz Istennel telve legyünk napról napra. Aztán a másik ilyen dolog, ami már sokkal inkább a mi részünk, vagy a Szent Szellemmel teljes élethez vezető út, vagy az azon való megmaradás, az alázat. Alázat. Hát ez nekem egy kemény dió, az alázat. Mindig úgy képzeltem el, hogy az alázatos emberek olyan csendesek, visszahúzódóak. Van egy ilyen ideális képünk az alázatos emberről, igaz? És amikor rájöttem, hogy Jézus volt a legalázatosabb, és Jézus nem volt egy visszahúzódó, nem volt egy csendes, akkor csak azt látom, hogy lehet, hogy mivel az ellentétek vonzák egymást, ezért én azt gondoltam, hogy biztos az az alázatos, aki nem én vagyok. És rájöttem, hogy egyáltalán nem erről van szó. Ő, aki alázatos volt, és Szamár csikón ment be Jeruzsálembe,
hallgatta a hosannázást. Sok ezer ember magasztalta, dicsőítette. Hosanna a Dávid fiának, áldott, aki ő az Úrnak nevében. És miközben ünnepelte sok ezer ember, a reflektor fény rárival, rávilágít, a farizeusok mondják, hallgattasd el ezt a tömeget, mert micsoda dolgot mondanak, azt mondja, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani, hogy hosanna Dávid fiának, áldott, aki ő az Úrnak nevében. Megfürdött a dicsőségben az alázat királya úgy, hogy ez nem szállt a fejébe. Az alázatos embernek mindegy, hogy félreteszik, vagy előre teszik, vagy hova teszik, vagy mit csinálnak vele, ez neki abszolút nem fog megártani. Ha gyalázzák, nem fog kiakadni amiatt, mert alázatos. És hogyha felmagasztalják, nem fog elszállni amiatt, mert alázatos. És rájöttem, hogy nem azt a magatartás formát kell keressem, ami nem én vagyok, ami egy magamra erőltetés, hanem egy máshol kell keressem az alázatot. Egyébként megmondom nektek őszintén, még mindig keresem, de azért valamit talán már előrébb haladtam. És a harmadik dolog az az imádság. Hát az imádság az egy nagyon-nagyon csodálatos dolog. Nagyon sokféle formája van, nagyon sokféleképpen lehet benne elmélyülni, nagyon sokféleképpen lehet benne kibontakozni, nagyon sokféleképpen lehet benne leterhelve lenni, terheket felvállalni, nagyon sokféleképpen lehet benne terhektől megszabadulni, lehet böjtölve imádkozni, hangosan imádkozni, testvérekkel imádkozni, magányosan imádkozni, kiáltva imádkozni, panaszkodva imádkozni, bűnt valva imádkozni, dicsőítve imádkozni. Szóval millióféle formája van, erről talán már beszéltem egyszer, vagy többször is, itt is, ott is, amott is. Most nem erről fogok beszélni, hanem arról, hogy ezt lássuk egymás mellett, az imádságot fogom kiemelni, de szeretném, hogyha én is ebben előrébb jutnék veletek együtt, Szent Szellemmel teljes élet, alázattal, imádkozva. Na, azt hiszem, hogy itt van nekünk keresnivalónk. Ebben van még hova fejlődnünk. Tudjátok, én úgy látom, hogy a keskeny út az eléggé keskeny. Nem nagyon lehet elmenni jobbra, meg balra. Nem nagyon lehet itt eltérni ilyen-olyan irányokba, világiasságba, lazaságba, lustaságba, bűnökbe, hanem igenis fel kell venni minden nap a keresztet, és menni kell Jézus után. A keskeny útnak az a szenzációja, hogy előre borzasztó nagyok a távlatok. Tehát itt előre lehet haladni. A széles útnak meg az a tragédiája, hogy lehet ott jobbra-balra korzózni, kinek hogy esik, kinek hogy tetszik, csak előrefele nem nagyon lehet menni. Na, mi esélyünk Istentől az, hogy lehet előre menni? És a Szent Szellem vezetése által, amikor alázatban vagy, és amikor imádkozol, akkor úgy hiszem, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokat lehet előre fejlődni. Szárnyakat kap a hívő életünk. És nagyon sok minden ajándéka van Istennek becsomagolva, amit a Szent Szellem által fogunk megkapni, imádság által fogunk megkapni, alázat által fogunk megkapni. És Isten azt mondja, imádkozzatok. Emlékeztessetek engem, mert most direkt el fogok felejteni dolgokat. És ti fogjátok nekem eszembe juttatni. És amikor eszembe juttatjátok, akkor én azt mondom, hogy jé, tényleg, hát én eltettem ezt az áldást az én gyermekeimnek, és elkezdem csinálni azokat a dolgokat. Isten akarja ezt. Nagyon érdekes, hogy miért, nem tudom. És szereti, hogyha nem hagyunk neki nyugtot. Hát néha úgy járok a gyerekeimmel, ugye mi is nagy család vagyunk, és olyan zajos a mi házunk tája. Különösen most már azért elmentek a fiatalok, nagyobb fiatal felnőtt gyerekei, egyetem meg mit tudom én, de amikor jön a hétvége, hazajönnek az egyetemről, meg most már van egy leendő vőm is, aki azért két hetente legalább ott van nálunk, és akkor a konyhában nem férünk el, vicces szokott lenni, hogy van egy kis szemetem, és akkor mondom a gyereknek, hogy figyelj már, dobd már ki a kukába. És akkor így a szemetet kézről kézre járatjuk, mire megtalálja helyét a kukában. A sószóról ugyanez a helyzet, hogy valaki eszik, a másik az ebédet készít, egyik még reggelit eszik, a harmadik nem tudom, éppen mosogat valami, és
akkor add majd a sószorod, ott van a konyha szekrény, és így vándorlunk. És néha ezek a bosszantó dolgok zavarnak, van ilyen, aztán olyan sokszor elkezdek örülni neki, de jó, hogy így van. Nem itt ülök az én anyjukommal itten, elárvultam kettecskén, simogatjuk a macskát, meg a kutyát, meg nem tudom, nézünk valami sorozatot a tévébe, hanem itt van a Vejkónak való, itt van az egyetemista lány, itt vannak a kisebbek, és itt lábatlankodnak, az egyiknek ez a baja, a másiknak az a baja, dicsőség az Istennek, halleluja. Isten szereti, amikor élettel telik meg a tér. Azt mondja a, nem is tudom, prédikátor, példabeszéd, hogy ahol nincsenek ökrök, ott tiszta a jászol. Na, az ilyen tisztaságtól mentsen meg minket az Isten. Nagyon szeretem, ha a szemét az imaházban ott van. Komolyan mondom, nagyon szeretem a szemetes az imaházban. Azt mindig a gyerekek csinálják. Van tiszta, szép az imaház, minden van, precízen ki van porszívózva. Ott látszik, hogy az a pár öreg néni vagy éppen bácsi annyira tud vigyázni a rendre, hát ebből ők már profik. Adjon az Isten tőle való felfordulást. Élethangukat. Ez nagyon-nagyon fontos. Na de az imádságra térve. Az a baj a Szent Szellemmel, az alázattal, az imádsággal, hogy nincs olyan, aki megállná a helyét. Nincs, aki bírja. Ott van a pecsét, lepecsételt irat, amiben az Isten kegyelmi munkája van leírva, és nincs senki, aki átvegye. Senki. És azt mondja, hogy sírtam. Ha annyi szép lehet abba beleírva. Annyi rossz dolog van kibontakozva, és annyi szép dolog van elrejtve. Ki fogja kinyitni? Ki az? Hát nekem már azt mondta az Úr, hogy jöjj feljebb. Nekem már kijelenti a dolgokat. Én már olyan közel vagyok Istenhez, de rá se bírok nézni. Arra az elpecsételt könyvre. Ki fogja ezt kinyitni? És akkor ilyet olvasunk a 98. Zsoltárban, hogy megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Isten segített magán. És segített rajtunk. És testet öltött, és eljött ebbe a világba, és megjelent az Úr Jézus Krisztusban, mi érettünk, hogy megcsinálja azokat a dolgokat, amiket mi nem tudtunk megcsinálni. És amikor erre emlékezünk hálaadásra, akkor kírjuk az imaházainkba, nem tudom milyen felirat készül majd, de azt hiszem éppen Derecskei imaházban van az, hogy helyettem, érettem, miattam. És mi annyira tudunk ennek örülni, hogy az Úr megsegítette. Az Urat megsegítette az ő jobb keze, az ő jobb karja, elküldte a drága Jézust, és helyettem elvégzett mindent. Na, ilyenkor én szoktam haragudni, amikor a hívők ebben a nyugalmi állapotba kerülnek, ugyanis itt nem erről van szó, hogy Jézus mindent helyetted elvégzett a kereszten, hanem arról van szó, hogy valamit helyetted ott megtett, helyetted kárhozott el. Mert a kárhozat az, hogy Isten elfordul valakitől. És ott ő elkárhozott. Én Istenem, miért hagytál el engem? Helyettem kárhozott el Jézus. Na de az Úr Jézus nem fog helyettem mindent megcsinálni. Hanem az történt, hogy nem azért jött, hogy mindenben kiszolgáljon minket, és mindent helyettünk megcsináljon, hanem azért jött, hogy beindítson minket, testvérek. Ő mint az első, ő mint az alfa, ő mint az első szülött sok atyafi között, és azt mondja, hogy na, hát akkor én most Szent Szellemmel beteltem, ti is teljesedjetek be Szent Szellemmel. Erről szólt a bibliórai alapige, hogy ő az, aki Szent Szellembe merít. Ez a jó fordítás. Nem Szentlélekkel keresztel, Szent Szellembe bemerít. Ő az. Ő az, aki alázatos volt. És azt mondja, most rajtatok a sor, most ti legyetek alázatos. Sok Jézus nem helyettünk teljesedett be Szent Szellemmel, nem helyettünk volt alázatos Jézus, nem helyettünk imádkozik, testvérek. Hanem azt mondja, hogy én beteltem Szent Szellemmel, most ti teljetek be. Én alázatos voltam, most ti legyetek alázatosak. Én imádkozok, most ti imádkozzatok. Elől járunká lett így, és nem fogja helyettünk azokat a dolgokat megcsinálni, amiket nekünk kell megcsinálnunk.
régi kollégáim mondták, hogy imádkozz helyettem is, Lajos, ha majd vasárnap mész a gyülekezetbe. Mondom, érted, tudok imádkozni helyetted, semmit nem tudok imádkozni. Egy percig se tudok helyetted. Érted, tudok hetekig, hónapokig imádkozni helyetted, nem? És ezt akarja Isten, hogy beindítson minket ezeken a területeken, megmutatta, hogy hogy kell csinálni, megsegítette őt az ő jobb keze, kibont dolgokat, kibont kegyelmet, kibont igazságot az Isten fia, Jézus Krisztus, és azt mondja, hogy vannak olyan igazságok, amiket ti kell, hogy kibontsatok. Van olyan kegyelem, amit te kell, hogy kibontsál. És itt megint vissza cseng a fülünkben az alapige. Ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok. És ne hagyjatok nyugtot neki, amíg megújítja és dicsőségessé teszi Jeruzsálemet a földön. Nem azt mondja, hát nektek nem ment, akkor majd Jézus megcsinálja. Hanem azt mondja, hogy ti is csináljátok. Elindított benneteket, kitaposta nektek az utat, és most már tudtok utána menni. Azt mondja Jézus, kövess engem! Nem azt mondja, hogy elmegyek egy messzi útra, áldjon meg az Isten, elhozom neked az üdvösséget, maradj itt nyugton. El nem menj sehova, mert ide fogom visszahozni neked az üdvösséget. Azt mondja, hogy elmegyek, és te jöjj és kövess engem. Elmegyek és helyet készítek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek, kövessetek engem. Követjük Jézust az imádságnak a szolgálatában is. Tudjátok, amikor Jézus ima támogatásra szorult, szükséghelyzetben volt, a tanítványok aludtak. Imádkozzatok velem együtt. Elaludtak. Amikor a tanítványok voltak szükséghelyzetben, mert majdnem elsüllyedt a hajó, akkor meg Jézus aludt. Amikor ez van bajba, az alszik, mikor az van bajba, ez alszik, és akkor oda mennek a tanítványok Jézushoz. Nem törődsz vele, hogy elveszünk? Hát gyerekelj már fel, csinálj valamit! El tudom képzelni, hogy Jézus így felpillant, kicsit megdörzsöl a szemét, vagy mi van? Mit akartok? Hitetlenkedtek itt. Hát csendesedj már el, te tenger, és akkor rendbe tesz mindent. És oda jön hozzánk az Úr Jézus, és azt mondja, hogy most meg ti keljetek fel! Amikor bajba voltatok, felébresztettetek engem, felébredtem és csináltam, amire kértetek. Ha most ti aludtatok el az imádság alatt, ugye mikor kell aludni? Imaházba kell aludni. Meg a bibliaolvasásba, meg az imádságba kell belealudni. Ki ne ismerné ezeket? Bár egyébként nagyon jó, ha valaki nem egy filmbe alszik bele, hanem az imádságba. Tehát az is dicséretes. De Jézus, amikor ami ima életünk alszik el, ami ima életünk alszik el, oda jön és felrázza, és azt mondja, ébredjetek, imádkozni kell. Én megtettem, amikor ti felébresztettetek, most ti tegyétek meg, amikor én felébresztelek benneteket. És én most úgy olvastam el a Lukács evangéliumát egymás után kétszer, hogy kiválasztottam azokat a helyeket, mivel azt hallottam egy igehirdetésben, és láttam, hogy tényleg így van. Magamtól persze ez nem jutott volna eszembe, de hát ezért jó lopikálni másoktól. Ti is azt csináljátok, most az én bölcsességemet lopikáljátok, én meg lopikáltam nektek. Szóval azt mondták, hogy a Lukács evangéliumában látjuk Jézust legtöbbször imádkozni. És akkor úgy olvastam el, hogy figyeltem erre, és kijegyzeteltem. Jézus imádkozik. Ami előjárunk, aki utat mutat nekünk az imádságban, megmutatja, hogy hogyan kell imádkozni. 10 ilyen eset van a Lukács evangéliumában. Tudok még olyan esetet, amit Lukács nem mond, de mondjuk Máté mondja, de most azokkal nem foglalkozok. Én most a Lukácsból fogom elolvasni ezt a 10 igehelyet, amikor Jézus imádkozik. Hát egyik sem hosszú, úgyhogy ilyen szempontból azért szerencsénk van. Ahol látjuk az Úr Jézust először imádkozni, az a Lukács 3, 21-22. Lőn pedig, hogy mikor az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is megkereszteltetett, és imádkozott,
megnyilatkozott az ég, és szállt őreje a szent lélek testi ábrázatban, mint egy galamb, és szózat lőn a mennyből, azt mondván, te vagy az én szerelmes fiam, te benned gyönyörködöm. Hát, ha itt nem hívják fel a figyelmemet, hogy Jézus imádkozott a bemerítkezése után közvetlenül, akkor én is átsiklok rajta simán, de felhívták a figyelmemet. Milyen szép! Annyit gyönyörködtem ebben azóta. Még arra is gondoltam, kár, hogy már a két bemerítkezés után vagyunk a körzetben, hogy a bemerítkezőkért mi imádkozunk kézrátétellel, de olyan jó lenne liturgikus eseményét tenni, hogy most imádkoznak a bemerítkezettek. És ők is imádkoznának. Milyen szép lenne. Hát biztos van erre lehetőség, vagy nem is emlékszem, hogy volt-e, hogy hangosan imádkozzanak, de úgy szót adni nekik, hogy lehessen imádkozni. Persze lehet ezt magunkban is csinálni, meg bizonyára tették is a bemerítkező kivétel nélkül, de Jézus mindenképpen imádkozik az ő bemerítkezése után, és megnyilatkozott az ég. És azt mondja Isten, gyönyörködöm ebben. Gyönyörködöm. Ahogy engedelmeskedik, ahogy imádkozik, minden tetszik. Nincs benne fogyatkozás. Milyen jó, amikor úgy imádkozol, hogy Isten azt feleli erre, hogy nekem ez tetszik. Én erre küldöm az én szellememet. Én meghallgatom az imádkozókat, és emlékeztetni hagyom magamat, és megszabadítom Jeruzsálemet. Be tudlak állítani téged ebbe a szolgálatba. Gyönyörűséges dolog. Lukács írja egyedül, hogy mennyivel inkább ad Isten szent szellemet azoknak, akik kérik tőle, ha mi gonosz létünkre tudunk jó ajándékokat a fiainknak adni. Imádkozhatunk nyugodtan szent szellemért, akkor is, ha nyakig vagyunk vele, ha dugig vagyunk szent szellemmel, akkor is imádkozhatunk érte, hogy ez folytatódjon, hogy ne szűnjön meg, hogy ne az legyen, hogy egyszer fent, egyszer lent. A másik ilyen ige a Lukács 5:15-16. A hír azonban annál inkább terjedt ő felőle, és nagy sokaság gyűlt egybe, hogy őt hallgassák, és hogy általa meggyógyuljanak az ő betegségeikből. Egy picit megállok. Na, itt jön be az alázat. Olyan sikeres vagy Jézus, olyan sikeres vagy testvér, olyan jó a szolgálatod, jönnek a levelek, az e-mailek, mindenki lájkolja a bejegyzéseidet az interneten, a te bizonyságtételedet hallgatják, nem tudom, hanyadik vendéget hozod el az imaházba, olyan jó hallani, hogy énekelsz, olyan szép az altó hangod, hát csodálatos testvér, gyere el hozzánk is, látogass meg minket is, gyógyíts meg a betegjeinket. És akkor azt olvassuk a 16. versben az alázatos Jézusról, hogy de ő félrevonult a pusztákba és imádkozott. Na, azt se én találtam ki, de nagyon igaz, és szoktam alkalmazni azt, hogy nem csak az alkalmak előtt imádkozunk. Mi belecsúsztunk ebbe a hibába. Ami azért nem bűn, mert nagyon jó az alkalmak előtt imádkozni, és nagyon szükséges bemerítés, igehirdetés, összedugjuk ketten-hárman férfiak a fejünket, vagy fiatalok az ifjúsági csendes napért hetekkel, hónapokkal előtte imádkoznak. De mi van utána? És Jézus le tudta zárni a dolgokat imádsággal, nem csak megnyitni imádsággal. Azt mondja, most sokakat meggyógyítottam, a sok ördögöt űztem. Kicsit el is fáradtam, nem akarok úgy járni, mint a református ébredésben, amikor mondták, hogy többet lőttünk, mint amennyit töltöttünk. Csak ugye egy idő után kifogyott a tár, mert ennek ez a következménye, vagy csak csattog, vagy csak durrog az egész, de nincsen már csak füstje. És az Úr Jézus, amikor a sikerének a csúcspontját éli meg, félrevonul a pusztákba és imádkozik. Köszön, Uram, amit eddig tettem, készíts fel arra, amit ezután teszek. Nem akarom elveszíteni a fejemet, a szívemet, megalázom magam. Ezek hadd örüljenek nekem nélkülem. Én most előtted vagyok, imádkozok. A harmadik ilyen ige, 6. fejezet, 12.-13. verse. Történt azokban a napokban, kiment a hegyre imádkozni. És az éjszakát az Istenhez való imádkozásban töltötte el. Hú, hát azért ez már kemény.
Nekem olyan még nem volt, hogy éjszakát imádságban töltsek el. Olyan volt, hogy Erdélyből esőben, teljes sötétben a lerobbant autómat Simcsik András haza vontatta, 5 óra hosszán keresztül a Bihari hegység csúcsairól le az Alföldre. Na, olyan már volt, akkor 5 óra hosszáig nettó imádkoztam. Megálltunk néha inni meg vécézni, de egyébként, amíg ment a vontatás, én folyamatosan megállás nélkül imádkoztam. Mert nagyon rosszak voltak a látási viszonyok, nagyon megterhelt, hogy az autómmal így jártunk, és borzasztó veszélyes volt ez az út, még egy határon is át kellett közben kelni. Szóval azt hiszem, hogy Isten néha visz minket olyan helyzetbe, hogy imádkozzunk, mert annyira tetszik neki. Halljátok, hát Jónás nem volt egy nagy példakép a misszionáriusoknak, ma sem az, de a halgyomrában úgy imádkozik, mint a pitty. A szorongatott helyzetben úgy imádkozik, mint még soha. És Isten azt mondja, hogy én szeretem, hogy imádkozol. Tehát akkor megszorongatlak egy kicsit. Szeretném hallani, hogy együtt töltesz 5 órát, vagy az éjszakát imádságban. Jézusnak nem kellett így megszorítani a lelkét ahhoz, hogy imádkozzon. Viszont ennek az imádságnak előkészítő szerepe volt, mert mikor megvirradt, előszólította az ő tanítványait, és kiválasztott azok közül 12-t, akiket apostoloknak is nevezett. Néha azt látom, hogy ilyen ad-hoc módon végezzük a szolgálatunkat. Eldöntjük valami alapján, hogy ki milyen szolgálatba álljon be, vagy mi magunk mihez kezdjünk a jövőben, mit csináljunk, mi a következő napirendi pont. Az a logikus, hogy, és nem is mondom, hogy ez mindig rossz, csak azt mondom, hogy annyira szeretem azt a saját életemben, amikor egy-egy döntésemről tudom, hogy megvan imádkozva. Nincs kijelentésem arra nézve, hogy pontosan mit kell tegyek. Csak azt tudom, hogy ezt most nagyon alaposan megimádkoztam. Ezt átjárta az imádság. És miután imádkoztam talán? Órákon vagy heteken keresztül felkészültem egy nagy eseményre, hozok egy általam jónak ítélő, és legyen meg az Isten akarata. Oda tettem az ő kezébe. És valami hasonlót gyanítok itt Jézusnál is. Lehet, hogy megkapta név szerint az Istentől éjszaka, lehet, hogy az Úr Jézus mérlegelt, megismerve már a nagyobb tanítványi körből azokat, akikkel együtt tud dolgozni, tehát nem tudjuk pontosan, az biztos, hogy előtte imádkozott. És az se baj egyébként, hogyha imádkozol valamiért, felkészülsz egy józan döntésre, és Isten esetleg még ki is jelenti, hogy pontosan mit kell csinálja. Hát annál könnyebb a helyzet. Az Úr Jézus imádkozik. Éjszaka is. A negyedik ilyen ige a 9. fejezet 18. versében. Lukács 9.18. S lőn, mikor ő magában imádkozott, vele voltak a tanítványok. És megkérdezte őket mondván, kinek mond engem a sokaság? Imádkozik megint Jézus. Magában imádkozik. Hát az angol úgy fordítja, hogy egyedül imádkozott. Vagy magányosan imádkozik. Magában, magányosan, de vele voltak a tanítványok. Hát gondolom, hogy az Úr Jézus halkan imádkozott. Tehát ez nem egy ima közösség volt, hanem mint hogy nálunk néha előfordul, hogy én éppen készülök egy ige hirdetésre, vagy a reggeli csendességemet tartom, és akkor a család már felébred, a kicsi lejön, ad a macskának kaját, én még imádkozom. Lejön a feleségem, kezdi csinálni a reggelit, vagy ténykedik a konyhában, én még imádkozom. Látják, hogy apát ilyenkor jobb elkerülni, és akkor én imádkozom. Ott vannak körülöttem. Talán Jézus is így imádkozott. És akkor megint elindulnak az események. Nagyon jó, hogy látjuk Jézust így imádkozni. Állandóan tetten érjük abban, hogy imádkozik. Ugyanebben a fejezetben, a 9-ben, a 28-tól van egy picit hosszabb ige szakasz, mint az eddigiek. És lőne beszédek után, mint egy 8. nappal, hogy maga mellé vette Pétert, Jánost és Jakabot, és felment a hegyre imádkozni. Tehát itt a lényeg az imádkozás volt. Egy ima közösséget akart,
az ő tanítványaival. Hát persze, ők megint elaludtak, ugye? Mi mást is tehetnének, hiszen a program csodás, imádkozni. Ó, hát ez rettenetesen unalmas. És le is maradnak arról, amiről Jézus nem. Imádkozás közben az ő orcájának ábrázata elváltozott, az ő ruhája fehér és fényes lett. És íme két férfiú beszélt vele, akik voltak Mózes és Illés, akik dicsőségben megjelenvén beszélik az ő halálát, amelyet Jeruzsálemben fog megteljesíteni. Péter pedig és a velelevőket elnyomta az álom. De amikor felébredtek, látták az ő dicsőségét, és a két férfit, akik vele állnak. Na, ezekért a pillanatokért a legérdemesebb imádkozni. Akkor megjelenik ő. Nem teher, nem harc, nem tusakodás. Jön, kinyitja magát. Senki nem tud róla. Elaludta. Minek annyit imádkozni? Mire való ez? Unalmas. Hagyjatok már. Ma annyit imádkoztunk, az előbb is imádkoztunk, azelőtt is imádkoztunk, holnap is fogunk imádkozni, most is imádkozni kell. És egyszer csak így meglátogatja az Isten Jézust. Nem tudom, számított-e rá az Úr Jézus, hogy na most akkor itt ez lesz. Nem biztos, hogy számított, lehet, hogy számított rá, mindegy. Egyik imádság közben megnyílt az ég. És amikor imádkozol, és a kezedben ott van a Biblia, és te olvasod a Mózes könyvét, és így olvasod, és azt mondod, Uram, ez gyönyörű. Hát ez, hogy a törvényből így ragyog a kegyelem, az áldás, az Isten hatalma, dicsősége. Uram, köszönöm, na nálunk ez így teljesedik be. Én nem kívánom nektek, hogy Mózes látsátok ott mászkálni magatok körül, mire mennétek vele. Azt kívánom nektek, hogy a Mózes könyve nyíljon ki imádság közben. Meg a proféták. Hát Uram, mert ez nekem szól, hát megszólal a te igéd, hát ebben erő van. És ragyog az arcotok, ragyog a tekintetetek. Na ezt kívánom én magamnak is, meg nektek is. Elsősorban magamnak, aztán nektek is, mert nem vagyok olyan irigy, mint hogy kinézek. Bárcsak adna az Isten sok ilyen drága megtapasztalást, hogy vele való imádságban kinyílik az ég. Megnyílik az ige. És Jézusnak elmondták, hogy fogsz meghalni. Jézus elmondta Péternek, hogy fogsz meghalni. És tudjátok, amikor Isten megmutatja, hogy fogsz meghalni, akkor nem az van, hogy jaj, meg fogok halni. Isten megmondta Simeonnak is, hogy addig nem látsz halált, még meg nem látod a messiást. Simeon nem azt mondta, hát akkor ne lássam soha, mert akkor legalább nem fogok meghalni. Hát olyan boldog volt, most bocsátod, Uram, a te szolgálat. Jézus azt mondja, tudom, hogy fogok meghalni, felemeltetem, és magamhoz vonzok mindeneket. Péternek azt mondja, Jézus, így fogod megdicsőíteni az Istent a te haláloddal. Halleluja! Még a halálom is Isten dicsőíti. Hát még az életem, hát még a feltámadásom, hát még a szolgálatom, ami életemben a legrosszabb rész, az is Isten dicsőségére van. Halleluja! A 11. fejezet, első verse, a 6. ige, ahol Jézust látjuk imádkozni. Történt, amikor ő imádkozott egy helyen, minek utána elvégezte, mondta neki egyező tanítványai közül, Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János is tanította az ő tanítványait. Na, ez az, amit nagyon-nagyon szeretek. Amikor úgy imádkozik valaki, hogy azt mondja a másik, én is úgy akarok imádkozni. Te hogy csinálod? Hogy szoktad? Én is szeretnék így. Mi nem tudunk úgy imádkozni, hogy kéne. Taníts minket imádkozni. Taníts minket imádkozni. És én sokszor kérem ezt Jézustól. Taníts engem, Uram, imádkozni. Nem tudom, hogy kéne, nem tudom most, mit kéne mondani. Nem vagyok tisztában, nem szorongat úgy egy teher, egy bűn, hogy átadjam neked. Nem vagyok úgy beteljesedve örömmel, hogy magasztaljalak. De szeretnék valahogy imádkozni, így ugyanúgy. Taníts meg engem imádkozni. És aztán Jézus elmondja a mi atyánkod, így imádkozzatok.
Nagyon jó a mi atyánknak a szellemisége. Jaj, annak, aki betanulja, és akkor mantrázza, mint valami varázsigét, mert nem erről szól. Nem baj, ha elmondjuk, ezek Jézus szintiszta szavai, nem baj, ha elmondjuk egy nap százszor. Az nem bűn. Az a bűn, amikor abban bízunk, hogy ugyanezt mondtuk szó szerint, mi Jézus, és hogy még százszor is megcsináltuk. Az baj. Olyan jó, amikor kedvem lesz, megkívánok imádkozni akarok, imádkozó ember akarok lenni. Rá érzek az ízére, igen Uram, jó imádkozni, ó, neked olyan jó megy, én is szeretnék olyan lenni. Az egy igazi nagy dolog, amikor úgy imádkozol, hogy a környezetedben élő emberek éhezik és szomjúhozzák az imádságot. És azt mondják, veled akarok imádkozni, taníts engem imádkozni. Mikor szoktál imádkozni? Reggel, este, délben, böjtölve, hangosan, halkan, hogy szoktál? Mondjad, testvér, kérdezzenek téged. Legyen olyan az ima életed, hogy megkívánják azt. Ragyogjon úgy az arcod, hogy azt mondják, én is fel akarok veled menni a hegyre, de nem aludni akarok menni. Mert lehet, hogy Péterről, meg Jánosról, meg Jakabról el lehetett mondani, hogy nagyon kisimult az arcotok, biztos jól kipihentétek magatokat. Na de azzal mire mennek? Aztán a hetedik ilyen ige, a 22. fejezet, 31. verse. Mondta pedig az Úr, 31-32. Tehát Lukács 22-31-32. Mondta pedig az Úr, Simon, Simon, ami a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam, érted? Milyen jó. Milyen jó. Mi mit szoktunk mondani? Imádkozni fogok, érted? Ugye megígérjük. Nagyon jó. Abba hiba nincs. Milyen jó az, amikor odajön egy testvér, és elmondja, ez is ez a bajom. Ez is ez a terhem. És azt mondom, ó testvér, én már imádkoztam, érted? Milyen jó, amikor ezen már túl vagyunk. És az az igaz, ami nincs benne a Lukács evangéliumában, de benne van a többi evangéliumban, hogy az Úr Jézus kiűzi azt a démont, amit nem tudnak a tanítványok, és megkérdezik a tanítványok azt, hogy mi miért nem űzhettük ki. Mert ez a fajta csak böjtöléssel és imádsággal megy ki. De kérem szépen, a böjtölés, azt nem lehet elkezdeni most, amikor már szükség lenne annak a gyümölcsére, eddig kellett. És vannak olyan dolgok, amikor elkezdünk akkor imádkozni, vagy éppen böjtölni is, de most az imádság a téma, akkor kezdünk el érte imádkozni, amikor jön az a kihívás, az a baj, az a nehézség. Már rég túl kéne lenni azon, hogy imádkoztunk. És akkor eszünkbe, hogy jaj! Mint amikor Jézus megjelenik, és minden szem meglátja őt, és azt mondják az emberek, a hívőknek volt igazuk, meg kell térni. És azt mondja, Isten, nincs már idő megtérni. Feltámadni van idő, meg a ítélő szék elé állni. Annak van most az idő. Megterés ideje letelt. Nincs. Akkor legalább halljak meg, essetek ránk követ, nincs. A halál már rég elkározott. A halál meg fog ugyanis halni, és nem lesz halál. Örökké kell élni Jézus nélkül ez a kározat. Nem hal meg senki, nem semmisül meg senki. Mindenki fel fog támadni, és a halál meghal. Borzalmas dolog. Letelt az idő. Letelt a megtérésre szabott idő. Letelt az imádságra szabott idő. Az Úr Jézus milyen jó, hogy azt tudja mondani. Én már imádkoztam, érted? Hogy el ne fogyatkozzék a te hited, te azért idővel megtérvén a te atyád fiaid erősítsed. Én már imádkoztam, te még nem imádkoztál, Péter. Most elviszlek imádkozni, de ott is el fogsz aludni. Mindjárt olvasom azt is. 41-42. 22. fejezet, 41-42-es versek. És ő eltávolodik tőlük, mint egy kőhajintásnyira, és térdre esvén imádkozott. Mondván, Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem a pohárt. Mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen. És angyal jelenik meg neki a mennyből, erősítvén őt. És haláltusában lévén buzgóságosabban imádkozik, és az ő verítéke olyan volt, mint a nagy vércseppek, amelyek a földre hullanak.
Minek utána fölkelt az imádkozásból, az ő tanítványaihoz menvén aludva találta őket a szomorúság miatt, és mondta nekik, mit alusztok, keljetek fel és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Na ez nem az az imádság, mint a megdicsőülés hegyén. Ez egy teljesen másfajta imádság. A megdicsőülés hegyére szeretnénk felmenni, taníts minket imádkozni. Érteni akarom Mózest, érteni akarom a prófétákat. Akarom, hogy ragyogjon a szemem az arcom. Csak hogy van az imádságnak egy másik típusa, testvér, amikor egyre jobb ima harcossá válsz, egyre nagyobb csatákba fog az Isten küldeni. Hát persze. Na ebben én nagyon gyengének érzem magam. Tusakodni. Vért verejtékezve. Dolgozni. Szenvedni imádság közben. Másokért. Emlékeztetni az Istent. Zaklatni az Istent. Ne nyugodjatok, akik az Istent emlékeztetitek, zavarjátok. Menni oda, démonokkal tusakodni. Úgyhogy Isten angyalai kelljenek, hogy segítsenek. Kelljen, hogy jöjjenek, hogy segítsenek nekem, hogy vért verejtékezve izzadjak. Hogy aki előttem ment ezen az úton, az azt mondja, gyere ebbe is utánam. Harcolj a gyülekezetért, harcolj a házasságodért, harcolj a megtérőkért. Tusakodj, tegyél oda mindent. Na ebben még lenne, mit fejlődjek, azt hiszem nem csak nekem. Hogy lehet eddig eljutni? Mert amikor megdicsül az Isten fia, leszáll a menny, nyelveken szólunk, emberek gyógyulnak meg, megtérnek tömegek, hát akkor nagy a reklámja az ima életnek, így imádkoz, könyveket írunk. Amikor szenvedsz, amikor a verejtéket hullik, amikor vérzel imádság közben, amikor gyötrődsz, amikor démonok támadnak rád, ez nem olyan kívánatos. Írhatunk könyveket, csak nem lesz bestseller. Azt nem akarja olvasni senki. Meg olyat, hogy Isten ne hallgassa meg az imádságomat. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Nem lehetséges. És fogsz olyan dolgokat kérni, amiket a legkomolyabban kérsz. És Isten azt mondja, nem lehetséges ez. De Uram, én emlékeztetlek, éjjel-nappal téged, akkor sem lehetséges. De azt mondtad, aki kér, kap, és az örgetőnek megnyitadik, akkor sem lehetséges. Mert más az én akaratom. Mert máshogy nyitom meg. Mert máshogy fog elmúlni a pohár. Úgy fog elmúlni, hogy kiiszod. És akkor majd elmúlik. Nagy-nagy mélységeket jár meg az imádkozó ember. A 9. ilyen ige, a 23. fejezet, 34. verse. Jézus pedig mondja, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Micsoda imádság! Issza a poharat, nem lehet, hogy ne igyak ki, és miközben issza, azt mondja, keresztséggel kell nekem még megkereszteltetnem. Ez a halálba való bemerítkezés. Van halálkeresztség is, csak erről megint nem tűzkeresztségről tudunk, arról most éppen megint az imaórai ige szólt, vízkeresztségről tudunk, Szent Szellemkeresztségről tudunk, és van halálkeresztség. Jézus belemerült a halálba. És miközben belemerült a halálba, akik miatt meg kellett halljon, azokért imádkozik. Bocsáss meg nekik. Óriási szolgálat. Kérni az Istent, hogy induljon könyörületességre, és úgy, hogy rajtam csattan az ostor. Én viszem el a balhét. Én húzom az igát. Engem ütnek miattuk. Mondta volna, Atyám, ne bocsáss meg neki. Úgy megkönnyebbedett volna Jézus, jött volna a békesség, a felüdülés, a gyógyulás, a hatalom, a ragyogás, a dicsőség. Ne bocsáss meg neki, vigyék el őt, hát ezt már nem bírom tovább. Vagy a 12 sereg angyalnak. Gyertek, induljatok el, szabadítsatok fel, nem? Atyám, bocsáss meg neki. Imádkozik. A bűnösökért imádkozott. Így van róla megírva. A bűnösökért imádkozott. És aztán végül az utolsó mondata Jézusnak egy imádság.
hát az életét nem tudta úgy kezdeni, hogy imádkozzon, bizonyára sírt, mint mindannyian. De az életét be tudta úgy fejezni, hogy imádkozott, mint hogy be kell fejezzük mindannyian. Atyám, te kezedbe teszem az én lelkemet. Az első hitbeli példaképemet Csorba Laci bácsinak hívták. Erőteljes hívő ember volt, mindig Jézusról beszélt, és mondták neki, hogy vigyázzon az egészségére, mert most már nagyon gyenge, ne járjon Sárospatakra tanítani, mert nyugdíjas, és neki pihennie kell, gyenge a szíve. Hát jött ő azért is tanított minket. Aztán vizsgáztatta, mindig az elsősök voltak rábízva, vizsgáztatta az elsősöket, a szívéhez kapott, lefordult a székről. A Sárospatakon nincsen kórház, és hívták ugyan a mentőt, de valami kis nővérke a helyi rendelőintézetből hamar odaért, az közel van a teológia épületéhez. És annyit mondott a nővérke, hogy mikor a bácsi az utolsó levegőt vette, azt mondta, hogy Úr Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet. Így halt meg az öreg. Na jó így meghalni. Jó így meghalni. Isten dicsőségére. Ha abba halt bele, hogy minket tanított, jól tette. Jól tette. Ami mindig élne, rosszul tenni. Így kell meghalni. Gyümölcs termésbe belerokkanni, mint a barackfák. És nem csak az történt, hogy körülvet minket Jézus imádsággal, és elindított minket az imádságnak az ösvényén, hanem van még egy ilyen ráadás ige is, amikor Pál apostol elmondja, hogy Jézus mivel foglalkozik a mennyben. Hát egyébként engem ez mindig is érdekel, csak most már tudom. A Róma 8.34 elmondja nekünk, kicsoda az, aki kárhoztat, Krisztus az, aki meghalt, sőt fel is támadt, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is értünk. Esedezik is értünk. Ez a mi Urunk Jézus, aki esedezik értünk ma, most. Pár hónapja történt az, hogy imádkoztam kint természetben, és kifogytam már a szóból, nem tudtam Istennek mit mondani, és csak annyit mondtam, hogy most én elhallgatok, és most hallgasd őt, hogy értem közben jár. Kérlek, Atyám, hallgass arra, amit a te fiad mond, értem neked. Állandóan közben jár Jézus, értünk. Állandóan az ő áldozatát viszi be, és Isten megelégíti ezt, és Isten felel arra. De ahhoz, hogy kibontakozzon az, amit Isten nekünk elkészített Krisztusban, ahhoz mi is kell imádkozzunk, testvérek. Be kell odaálljunk Jézus mellé, fel kell ébredjünk, és csatlakoznunk kell hozzá. Megdicsőlés hegyén van, imádkozok vele. Ha a legnagyobb mélységeket éli meg, imádkozok vele. Ezen a két helyen aludtak el a tanítványok. Hé, vár rád a dicsőség, ébredj! Hé, vár rád a szolgálat, a nehézség, a tusakodás, ébredj! Dolgod van, feladatod van, imádkoznod kell. Na, ilyeneket keres az Atya az ő imádói új testvérek. Amen.